Sziasztok, Zon vagyok, üdvözöllek titeket, nem tudom, hogy álltok a béka sültel, vagy a mörlok sültel, mert most ezzel fogunk foglalkozni. Ez a Quest Shaman, aminek ugye a fő célja az az, hogy teljesítse ezt a remek questet, amit itt láthattok már, hogy megidézzünk 10 mörlokot, és akkor ugye megkapjuk meg a fint. Na most, hogyha ügyesek vagyunk, az 5.-6. körre összejöhet, sőt, ehhez nem is kell olyan nagyon ügyesnek lenni, és akkor utána, ha kijátszok a megafint, akkor az ugye újra tölti a kezünket, és hogyha nem kör elején játsszuk, hanem mondjuk, vagy nem kör végén, hanem kör elején játsszuk ki, akkor még ki is rakhatunk a kezünkbe valamit, tehát nem fogunk lapot égetni a következő körre, ami azért mégis csak mesés. Hogyha nem jönne össze ez a dolog bármilyen oknál fogva, akkor van alternative win condition is ebben a deckben, egy Mega Saur és egy Bloodlust kíséretében, hogy a Call in the Finishers ne felejtsem el, tehát hogy itt azért vannak dolgok. Ami miatt így érdekes, hogy Finja nem biztos, hogy a legjobb ebben a deckben, ugye túl sok rossz targetje van, amit ki tud húzni, viszont kalózok ellen van némi tekkelése, egy kis golak a crawlerrel, ugye két flame tank tudunk pingelni a blue gill-lel, és a blue gill-lel pedig ütni, mint olyan. Tudjuk ugye erősíteni a kis mörlokjainkat a Seer-rel is, átmenetileg pedig a War Leader-rel. És hát nagyjából ennyit tud ez a deck. Nem is szaporítom tovább a szót, nézzük a létrán, hogy hogyan működik. Mert engem egyébként nagyon érdekel, bár nem tier 1 deck, és nem is tier 2 deck, úgyhogy nem számítok túl sok jóra, de hát a múltkori Enzoth Hunter-es decknél azért mégiscsak jobb lesz. Nekem is nagyon remélem. Ó. Jön a csodálatos reaktív priest, vagy quest, de szerintem a reaktív dolgait fogja tolni. Meg azt a úrt megtartsa meg kézben, tehát hogy van egy első köröm, egy második köröm, vagy egy második, nem tudom. Nem tudom, főnök. Lecserélem. Kellene inkább valami más. Mondjuk egy ilyen. Coin nálam van, tehát, hogy ez így egy nagyon durva második kör tud lenni. Ő már udvariasan el is passzolta a körét. Ó, tehát, hogy ő purify. Lehet, hogy meg lettünk csicskítva már így most, tehát így. Jó, hát hogyha most a kezében van a Silence, akkor ugye az ott úgy csúnya. Ha nincs, akkor viszont mi vagyunk picike előnyben. De hát nyilván nem, nincs ott. Nincs ott. De igazából teljesen mindegy, ott van-e vagy nincs. Na, mivel járunk jobban, hogyha ezt kirakom, ez egy totem, viszont a kör végén idéz egyet, tehát ez fixen 4-ben lesz a quest. Ha most kirakom, akkor is 4-ben van a quest, ő is 4-ben van, gyakorlatilag le tudjuk szedni. Szerintem az fontos. Számoljuk még egyszer, de ez elvileg megvan. Nem gondolom egyébként, hogy tudunk nyerni Purify Priest ellen. Van legalább 4 ilyen targetje, amire meg tudja csinálni ezt, hogy kirakja, felerősíti. Úgyhogy ez ugyannyira nem. Most őt kirakom, egyet ad hozzá a questhez, őt nem tudom vele megerősíteni. Ez valószínű egy ilyen játék. Le tudtam volna szedni vele. Hát, és hogyha előbb húz, de akkor meg ő marad fenn, tehát igazából tök mindegy. Ez így fixen 5. Igen, gondoltam. Viszont akkor most a Maelstrom az még már nem jó. Az előbb még jó lett volna, de már most nem jó. Na. Hát és never ever again.
És egy jó wolf, amivel semmit nem érek. You wish to live forever. Azért csak húzott három lapot abból a szutyogból. Hát, hogy fú. Szerintem tele fogja húzni a kezét konkrétan. Nem. És igen, megjött a hatalmas éles peremű levél. Hm, és nekem egy jó blád lesz, amivel semmire nem megyek. Igen. Hát akkor inkább a nagyobbat. Hát teljesen mindig igazából. Most ha ez a Bloodlust ezt be tudna menni, az majdnem halálos, nyilván nem fog tudni, egyébként nem lenne az, tehát az plusz 3-at adna, ugye 60 kint az 18, meg 1, meg 1, meg 2, meg 3. Tehát ez ugye együtt az 4, meg 7, az nem lett volna meg. Tehát teljesen mindegy. És hát nyilván a Purify ott van. Úgyhogy ezt így kellemesen elbukjuk. Ez szinte biztos. Mondjuk egyébként miért pont azt szedte le? Tehát, hogy a beastjémet erősíti. Mert leszedhette volna ezt is, mert ez meg Murloc. Na mindegy, én ezt nem értem. Én ehhez kevés vagyok. Na mit szeretne előn? Na még kettő Murlocot ki kéne játszani. Mondjuk disconnect lehetne, hogyha éppen úgy van. De hát nyilván nem fog, tehát hogy... Óóóó... És trade-el. Jó, hát a meghalás valós. Ha most kijátszom a Bloodlust-ot, akkor valószínűleg... Na jó. Ez négyet idéz? Négyet idéz, hát. Akkor mondjuk legalább megvan a questem. És most őt ki tudom rakni a kezemből. Hát végig is rakjuk. Csak ugye most a Megafin nem tudom kijátszani, bár nem gondolom azt, hogy... hogy nem fog takarítani. Tehát most nyilván egy Holinovát kivesz. Vagy Dragonfire Potion-t, mert ez a két lehetőség. De úgy tűnik, hogy nem. És van még ott, ahonnét ez jött. Jó van. Ó, és ott az inner fe... Ja, hát tehát, hogy letal setup volt. És akkor így meg is van neki. Csodás. Akkor nem láthattuk meg Megafin felemelkedését. Jó, ez a combo priest. Tetszik. No hát akkor. Őt nem kérjük meg a Maelstromot. Hát a Maelstromot azért, de... Lehet, hogy hogyha Kalóz Warrior, akkor le kellett volna azt is keverni. Meglátjuk, hogy jön neki össze. Mert ugye első kör ez, ha a második körben két lénye lesz kint, akkor Maelstrom, ha csak egy, akkor a Sniper. De szerintem ezzel simán tudunk kezdeni. Lehetséges egyébként, hogy le lehetett volna keverni. De ha meg taunt, akkor nem nyerek másképpen, úgyhogy ebbe ez a lutri. Ho-h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 o
ő még ilyen régi vágás úriember, ha jól látom. Egyébként sosem értettem, hogy hogy van az, hogy az ellenfélnek a kezében mindig ott valami Astron portál. Hát ilyen ez a Blizzard, tehát ő nagyon kegyes velünk, és így adja. Gyere az a persze, az a jó. Az a hely. Most ugye ő nem mörlök, tehát ez nem működik. Na, gyere arcba, úgyis azt akarod. Új, és leszedi. Hát véd el. Jó, én is aljas vagyok ilyenkor, tehát hogy... Egyébként ezt nem gondolom, hogy le kellett volna trédelni, tehát hogy... Tapasztalt kalózorior játékosként én azt szerintem nem trédeltem volna. Mert így most viszont igen. Tehát... így igen azért, hogy a 2-1-et ne szedje le. De így meg most nem szedi le az én 2-1-emet, tehát ez így azért... apró pici probléma. Erről nem is beszélve. Hát, hogy... a kalózevés művészete. Na, trédelsz vele vajon? Jó. Hát jó. Ez sajnos nem kalóz, és nem tudjuk felfalni, de... hát azért arra adhatunk egy pinget, hogy előkészítsük a dolgot. A taunt. Taunt az itt jó. Bár az úz az nem mörlok, de jó lesz. Na, dupla korkon itt. Ez csak az arc. Oké. Valami kalóz esetlen? Nincs. Ó, jó Finja. De Finjat azt most nem szeretném. Tauntot kérek. Never Taunt. Az viszont Taunt. Ez. Biztos, hogy oda megy. Ez meg. Tudja, hogy oda megy. Őt ki tudnám rakni, de most egyelőre várok vele. Questünk nem áll annyira jól. Hát, aki elüti a fegyverét feleslegesen, ugye, holmi trédelésre használja. Hát, igen. Gyere arcba. Gyere arcba. Az a lényeg. Hogyha most kirakom ezt, azzal még mindig nincs meg a quest, úgyhogy... de lehet, hogy itt a Hero Power lett volna helyes. Mondjuk 2 lap van a kezében, 2 lapból nem hiszem, hogy 12-t sebez. Tehát hogyha az egy Leroy, akkor sem. Jó. Jó, és akkor nem férnek ki, úgyhogy ezzel kivárunk egy időt. Ha dupla Mortal Strike van, akkor meghaltunk. Tehát, ja nem, még nem, mert 4-et tud sebezni. Igen, ez kevés. Ó, úgy nem. Hát ez igzakletel. És még trédelt is az elején. Mi lett volna, hogyha mindent arcba tol? Ej. Na hát valószínűleg ezért nem találkozik az ember Murloc Shamannal. Így erős 0-2. Nem, Maelstrom. Warrior ellen marad. Vele játszottunk az előbb? Nem.
És köszön. Heroikus hátlapja van. Még akár az is lehet, hogy Taunt Warriort játszik. Bár elpasszolt az első kört. Nem Taunt. Pecsüz? Ó, nem volt elég jó játékos. Pecsüzt felhúzta. Feels badben. És ismét kabál neki. Ez nem jó, hogyha ezt kirakom, viszont egy totemet pörgetünk. Never. Ezzel meg belejátszunk a questbe. Legalább az első meg legyen. Aha. Ezt egy üresbe kirakta, hát jó. Rendben van. Ha ezt csak úgy simán belecsapom, hát ez így is úgy is megtörténik. Meg ő most veszélyesebb, hiába van ő kint, és ezt meg be lehet tolni arcba. De ha beleütöm, inkább több lényem legyen kint az helyzet. Belecsaptam volna 3-2-ként, ugyanúgy semmit nem csinál, és úgyis ezt szedi le. Igen. Mi a játszás itt? Próbálunk egy tauntot szerezni. Hát ez mondjuk taunt. Na így legalább a kettőből egyel csak tudjuk trédelni. És a kérdés, hogy akarok-e meg a szaúrt, de... Na mi a fene? Mortal Strike? Így kora hajnalban? Ó, egy Heroic Strike-ot elhasznál egy 2-1-re. Mondjuk jogos, mert így megspórol vele egy lényt magának. Jó Blue Guild ki kellene húzni. Hát ez egyik sem az. Megpróbálok egy tauntot pörgetni. Nem sikerült. Ó, alternatív listával játszik. HS Replays netet nézel, vagy mi egyik? Taunt. Tauntot. Még kiszedted a Dread Corsair-t a deckből, vagy mi a fene? Igen. Igen. Csicskítás egy létező dolog, no de. Jó, egy biztos.
ezt megcsinálom. És utána megnézzük, hogy mennyire kedves nekünk a Megasaurunk. Hiába Wind Fury, az egy-egy mondjuk jó. Jó. Így a 4-1 az biztos, hogy meg fog halni következő körben. Ez meg ugye nem elég, tehát hogy ez itt így 9, az 12, meg 12, az kevés. Az bizony kevés. Még egyszer, ez 12, meg 12, de hát ez 24. Az még legalább egy kör. De mondjuk inkább nyilván az a lényeg, hogy túléljünk. Kellene még nekem egy csomó mörlok. Egy csomó-csomó mörlok. Ó, vagy mondjuk egy kalózzaváló. Mondjuk a Warleader sem olyan rossz szám. Ezzel letelt misszeleke, ez a kérdés. Mert hogy ez most, ez 16. 16 meg 12, az 28. 29-ben van. Még egyszer. Ez 10. Ez 16. És ez plusz 3-at ad mindegyiknek. Akkor ez 8-as lesz, ez 9-es lesz, ez 3-as lesz, ez 8-as lesz. 88 az 16. Meg 9. De ha, 28. Az missz. Az elég rossz így. Az nagyon rossz. Na jó. Ez pont egy off. Na most, hogyha én ezt betrédelem, az jó. És... nem tudom. Hogy a jobb. Igazából csináljuk így. És ezt meg beverjük arcba. Gyakorlatilag letelt setup-oltunk. Úgy sem játszik execute-ot, tehát teljesen mindegy volt, hogy most melyik lény maradt fönt és melyik hal bele. Ez meg ugye gyakorlatilag Bloodlust-ra elég jó. Most hogyha ő ezt le tudja ütni 9 manánál, azért dupla Mortal Strike, Leroy Jenkins lehet nála. A deckhandből is szerintem csak egy ment ki. Ó, jó Heroic Strike. Hát jó. Aha. Nem adja fel. Nem adja fel. No de, hölgyeim és uraim, a szerencsétlenül húzó és egészen rossz listával játszó Kalóz Warriort megettük. Erre én magam sem számítottam. Úgyhogy szerintem itt a győzelmünk csúcspontján így be is fejezném ezt a csodás decket. Hát, igen, egybesültek végre a mörlokjaink. Szerintem mindannyian valami ilyesmi befejezést szeretetek volna látni, ahogy így a Kalóz Warrior megkapja azt, ami jár neki. Ha-ha-ha, vagy valami ilyesmi. Na jól van, ennyi lett volna most a deck, én örülök, hogy megnéztetek, és ha gondoljátok, a videó ajánlást várjátok meg, mert még lesznek hasonló deckek. Ezzel nem annyira ajánlom a létrázást, látjátok, lehet vele nyerni éppen, de hogy ez inkább ez 50% alatti. Ez a lista, én ebben szinte biztos vagyok, úgyhogy ne játszatok vele, fánra jó, de egyébként ha létrezni akartok, arra biztos, hogy nem ezt ajánlanám, hanem ennél vannak jobb listák, és még jobb sámán lista is van egyébként ennél, tehát például az elementál sámán a sokkal jobb, hogyha mindenképpen a sámánnal szeretnétek lenni, de a sámán most annyira nem erős, úgyhogy van sok
más kaszt, ami sokkal erősebb most. Na jó, van, tényleg ennyit szerettem volna. Hogyha tetszett a videó, akkor kedveljétek, mert ez nekem egy nagyon jó visszajelzés, és hogyha nem követnétek esetleg a csatornát, akkor kövessétek, mert egy heti 5 videó általában biztos, hogy beszokott esni, de inkább több, ami Hearthstone, Hearthstone és csak Hearthstone, úgyhogy erre lehet itt errefelé számítani. Na jó, van, sziasztok!